Én a jövőkeresésteremből választottam egy tárgyat, ami az innovatív dizájn terme. Ami itt ki van állítva, az ma még különlegesnek számít, de holnap talán már a mindennapok átlagos része lesz. Szerintem ez egy nagyon innovatív alkotás, amit el tudnék képzelni a város különböző pontjain, és szerintem nagyon feldobná köztereket, különösen olyan helyen, ahol kicsit várakozni is kell, ahol tényleg kicsit több figyelmet tudunk szentelni, nekik elolvasni, hogy mi van ráírva, de akár, ha csak gyorsan haladunk mellette, akkor is egy pillantás alatt látjuk, hogy így ez tök jó. Éjszaka világítanak, és különböző alakzatokat, nagy üzeneteket tudnak kiírni. És ez igazodik a környezetéhez, az adott évszakhoz, időszakhoz, a környékhez. És attól függően, hogy mondjuk esik az eső, vagy ráesnek levelek, másképpen világít éjszaka. Nagyon tetszik nekem ebben az installációban az, hogy egy új módon szólít meg közösséget. És szerintem ez nagyon fontos. Én média dizájnt szeretnék tanulni egyetemen, ahol szintén nagyon fontos, hogy a technológiát ötvözzük a művészetekkel, meg a dizájnnal, és azt megtaláltam ebben a tárgyban.